Betlehem története az ősi időkre nyúlik vissza. A Szentírás elbeszélése szerint a város történetének legfontosabb fejezetei a pátriárkák korával kezdődnek, Krisztus előtt 1800 körül. Betlehemhez kötődik Jákob szeretett feleségének Ráhelnek az emlékezete, akinek sírja ma, számos erőszakos eseményt látva, a város kapujában fekszik. Moáb földjéről tért vissza szülővárosába az özvegy Noémi a menyével, Ruttal, aki maga is özvegy volt. A kedves moabita nő, Rút és a becsületes Boász kedves története meghatározó események számára készíti elő a talajt. Tőlük születik ugyanis Obed, akinek gyermeke lesz Izáj, vagy másként Jessze. Ő az apja Dávid királynak. Igen, 3000 évvel ezelőtt Betlehemet leginkább úgy ismerték, mint Dávid városát. Ő volt az az egyszerű pásztor, akit Sámuel próféta az Úr parancsára királlyá kent fel. 1000 évvel később rendkívüli dolog történt Betlehemben. Számos istállóul használt barlangjának egyikében félhomályban jött a világra a Messiás, Dávid fia. Itt született meg emberként az isteni ige. Mikeás próféta írja, és te Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda városai között, mégis belőled jön ki az, aki Izrael népét a nevemben fogja vezetni. Jézus születésének a barlangja itt áll a mai napig. Régi időkből származó történeti és régészeti adatok tanúsítják ezt, kezdve a II. Században élt Justinus vértanún. Hadrianus császár 135-ben azért épített itt pogány templomot, hogy szétzúzza a már meggyökeresedett keresztény kultuszt. 325-ben Szent Ilona, Konstantin császár édesanyja nagyméretű bazilikát emeltet a barlang fölé, amelyet Justinus császár 531-ben felújított. Ez az épület mind a mai napig áll. Csodával határos módon átvészeli a perzsák 614-es pusztítását. Uralkodójuk a homlokzaton meglátja a három napkeleti bölcs képét, akik perzsa ruhát viseltek, s ezért megkegyelmez a templomnak. A barlangban 14 ágú ezüst csillag jelzi a padlózaton, Hic de Virgine Maria, Jézus Krisztus natus est. Itt született Szűz Máriától Jézus Krisztus. A zarándokok letérdelnek és megcsókolják a helyet. Ez az oltár az ortodoxok tulajdona, azonban nem sokkal mellette van a jászol helye és a három napkeleti bölcs emlékezetére szentelt oltár. Itt a katolikusok misézhetnek. A ferencesek 1347 óta élnek Betlehemben. A születés bazilikája mellett van kolostoruk és a Szent Katalin tiszteletére szentelt templomuk, amely a helyi római katolikus közösséget szolgálja. Innen tudunk lejutni Szent Jeromos barlangjába. A szent életű férfi 386-ban telepedett itt le, és 36 esztendeig itt maradt szerzetesi életet élve. Követte őt Rómából egy nemes asszony, Paula, és néhány tanítványa. Jeromos itt fordította le a teljes szentírást latin nyelvre. Ez a fordítás a Vulgáta nevet viseli, amely a latin egyház hivatalos szentírás szövege lett. Ma Betlehem 30 ezer lakosú palesztin város, többségében muzulmán. 1948-ban a keresztények még a lakosság 80%-át tették ki, ma csak 12%-át. Ennek az az oka, hogy a keresztények a rossz gazdasági és társadalmi körülmények hatására elhagyták otthonaikat. Fenyegeti őket az iszlám előretörése, amely egyre radikálisabbá válik, valamint az izraeli kormány biztonsági intézkedései, amelyek súlyos nehézségeket okoznak. A keresztények tehetetlenül nézik végig a turizmus összeomlását, ami elsődleges bevételi forrása volt a betlehemi keresztény szállodásoknak és kézműveseknek. Sokan ellehetetlenülnek és elhagyják a Szentföldet. Aki azonban marad, szüntelenül segítséget és támogatást kér, hogy a keresztény tanúságtétel fénye ne aludjon ki végleg abban a városban, ahol megszületett Jézus Krisztus.